Diósgyőri vereség a labdarúgó MB2 35. fordulójában, a kiesés elől menekülő Budaörs otthonában, ami után egyre távolabb a feljutás lehetősége. Egy végletekig kiélezett mérkőzésen végül büntetőkkel nyerte meg az Újpest elleni helyosztót a vízilabda élvonalban a Miskolci együttes. A hazai pályán elszenvedett vereség következtében halványul a DVTK számára az extraliga tagság meghosszabbításának lehetősége. Hétvégi sportösszefoglalónk következik. A labdarúgó bajnokin a kiesés elől menekülő házigazda a zöld-feketemezes Budaörs első helyzetét gólra is váltotta a 22. percben, Szatmári csak nézte, ahogyan Gyurác megszerezte a vezetés csapatának. Bár az első játékrészben több komoly diógyűri helyzet is adódott, de gól csak egy, a 39. percben Molnár szép fejesét követően. A 73. percben pedig a beadás után a DVTK nem túl acélos helyezkedésének eredményeként jött egy újabb hazai gól, mindenre pedig a legnagyobb eséllyel a 90. percben Zsolnai ballábas próbálkozásával válaszolhatott volna Diósgyőr, de Tótkapus kitolta a lécelől a labdát és maradt a piros-fehérek szempontjából fájdalmas vereség. Szerintem ez a foci, ez gyalázott ez a foci, ezen ilyen a futball nem támogatom, és azt mondjam, nagyon meglepődte néhány játékosok teljesítmény. Edzésen nagyon jó megy heten, bejön egy meccsen, és akkor teljesen, mint a változik, teljesen másik emberrel látom pályára. A folytatásban a kemény Dénes uszodába váltunk, ahol sikerrel vívta meg az UVS-e elleni rájátszás párharcot a Miskolci Vízilabda Klub. Bár mindkét csapat több góllal is vezetett a mérkőzésen, de végül döntetlen lett a rendes játékidő és büntetőlövések döntöttek. De ekkor még tovább fokozódtak az izgalmak, és egészen a 8. körig kellett várni a lezárásra, ami a hazaiaknak sikerült. A Miskolci együttes így pedig megszerezte a bajnokság 11. pozícióját, az Újpest pedig a 12. helyen zárt. Egy izgalmas meccset láthattak a nézők, egy 5 méteres párbaj a végén. Tudtuk, hogy az UVS-e így fog ide jönni, hogy mindent belefogadni azért, hogy még egyszer találkozhassunk a szigeten, de hál' Istennek kisebb-nagyobb hibákkal azért fel tudtuk venni velük a versenyt, és a végén sikerült megszereznünk a 3 pontot. Az extraligás tagság megőrzéséért vívott párharc DVTK ponttal indult, de miután az első találkozót az MTK nyerte, így összesítésben hátrányból kezdhetett a házigazda az egyik fél 3. győzelmét tartó párharcban. Az első szettet aránylag simán a kékfehérek nyerték, majd a másodikban 24-24 is volt az állás, de a kiélezett szett végjátékát a vendégek húzták be 26-24-re. A harmadikban újra a vendégcsapat dominált, 11-6-ra vezettek, és ez az arány megmaradt a legvégéig, így 25-18-ra, a meccset összesítésben pedig 3-0-ra nyerte meg az MTK, így már csak egy győzelemre vannak a párharc megnyerésétől. First of all, congratulations to MTK. Elsősorban gratulálok az MTK-nak, jobbak voltak nálunk ezen a meccsen. Nagyobb szenvedéllyel szerepeltek, ők egy nagyon kompakt, egységes csapat. Megpróbáltunk szettet nyerni, de az elsőben hiányzott még egy kis plusz ehhez. De amit a másodikban mutattunk, azt el tudom fogadni. De a folytatásban elvesztettük ezt a koncentrációs szintet, amire szükségünk lett volna. A harmadik mérkőzésre fókuszálunk, amiben megpróbálunk javítani. Értékelte a látottakat a vezetőedző. A most összefoglalt mérkőzésekről bővebb értékelést láthatnak majd kedden jelentkező sportműsorunkban.